Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Nem is olyan régen a Vörösmarty Rádió látomány stúdiója kitelepült a Jáki szakközépiskola elé, és akkor megismerkedhettem egy tanárral, egy tanárúrral, aki ott történelmet tanít, és tényleg azt láttam rajta, hogy minket Vörösmarty Rádiós dolgozókat mindenféle földi jóval próbált elhalmozni, kitette a szívét, lelkét, láttam, hogy a diákok elképesztő módon szeretik, rengeteg diák sertepertét körülötte, és tényleg szinte barátként kezelték. Aztán utána ugyanezt a tanárembert én megláttam a Vörösmarty Színház színpadán, énekelni Keller Jánossal, Váradi Eszter Sárával, Závodszky Noémivel. Nagyon-nagyon meglepődtem, megmondom őszintén, amint ő énekelte az Omnibuszt. Utána pedig megtudtam róla, hogy például a grafológia sem áll távol tőle, illetve azt is megtudtam róla, hogy ő fejlesztő pedagógus, szóval egy nagyon-nagyon színes, nagyon-nagyon sokrétű egyéniség, és ezért gondoltam, hogy szerintem itt Fehérváron meg Fehérvár környékén érdemes tudni róla, érdemes őt megismerni. Vendégem itt a fehérvári beszélgetésekben Korik Péter. Szia, köszöntelek! Szia, Zoli, köszönöm szépen a meghívást! Nagyon-nagyon színes egyéniség vagy, rengeteg mindent csinálsz, látom a közösségi oldalodon, tudom rólad, úgyhogy most ezeket vegyük sorra, történelmet tanítasz. Azért a történelem, mert általában azok lesznek, akiket én ismerek, töri tanárok, akik tanárok szeretnének lenni, meg nyilván a reáltárgyak a kicsit hadilábon állnak. Így volt ez, vagy volt egy nagyon nagy vonzalom a történelemhez? Így volt ez, tehát a történelmet mindig is nagyon szerettem, már általános iskolás koromban is a történelem vonzott, és én mindig is tanárnak készültem. Tehát már kiskoromban szerettem volna azt, hogy ha én felnövök, akkor én az iskolában a gyerekek között szeretnék lenni, és tanítani, nevelni szeretném őket. És akkor jött a történelem? És akkor jött először a pedagógia szak jött, és akkor utána a fejlesztő pedagógia, és annak révén akkor a történelem lett itt. Történelem tanártól nem szép ilyet kérdezni, melyik a kedvenc korod, melyiket szereted a legjobban tanítani? Én a középkori magyar történelmet szeretem. Képzeld el, nem beszéltünk, aztán nekem is az volt. Nekem is az volt, akkor még harmadiknak hívták ezt egyébként, igen. Ugye akkor is egyébként érintettük, de hát ugye nyilván a úgymond második osztályban, talán Walter Mária könyvből tanultuk, igen. Mi még ezt, én nagyon-nagyon szeretem, nagyon kedveltem, megértem egyébként ezt, mert tényleg nagyon szép, és nagyon-nagyon jó dolgok vannak ott abban a részben. Beszéltem arról a bevezetőmben, hogy ugye megismertelek téged, amikor a Vörösmarty Rádió látomány stúdiójával kitelepültünk, tényleg nagyon szimpatikus, színes egyéniség vagy, tele szeretettel, alázattal a szakmád iránt, és látszik, hogy te élsz a szakmádért, meg a diákokon is meglátszik. Hogy veszed észre a diákoktól, kitüntetett szeretetet kapsz egyébként, vagy hogy éled ezt meg? Én azt hiszem, hogy igen. Tehát amikor én elkezdtem tanítani, 17 évig tanítottam általános iskolába, és 5 éve vagyok a középiskolás tanár, és amikor egy órámra felkészülök, vagy elkezdünk egy órát, akkor az első mindig az óra. Tehát adni 45 perc keretén belül legtöbbet tanítani, és a legtöbbet adni a diákoknak, és ők ezt nagyon sok szeretettel fogadják és veszik, tehát én nekem nem volt magatartás probléma, hogy az órámban nem tudtam volna tanítani, nem figyeltek volna. Igyekszem mindig színesen készülni az órákra, és utána pedig az én szertárom nyitva van. Tehát jönnek, én reggel 7 óra, 4-8 órában vagyok az iskolába, és akkor én nyitok. És ők jönnek. Tehát nagyon sok mindent tudok róluk, beszélgetünk az életről, és ami éppen foglalkoztatja őket, és ezáltal ez a bizalmi légkör alakult ki a diákok és köztem is, és nagyon sokat és jól dolgozunk együtt, én úgy hallom. Azért kérdeztem ezt egyébként, mert mondják, hogy főleg középiskola az egy kritikus időszak, ugye 14 és 18 éves korosztály, és általában én azt, amikor például Vörösmarty Rádióban foglalkozom különböző témákkal, én általában azt hallom újságcikkekben egy csomó helyen, hogy ezek a 14 és 18 évesek, hogy tiszteletlenek, stb. Van egy-két komment, ami fejtegeti a tanárnak a szerepét, de olyan a tanár, akin látják a diákok, hogy barátilag jó szándékkal fordulsz, kiteszi szívét, lelkét a tananyag átadásában, meg a diákokért is, akkor azt elfogadják, és nagyon-nagyon kedvesek vele, akkor azt alá tudod támasztani. Igen, az első pillanatban ők döntenek. Ők elhatározzák, hogy ők hogyan és mind tudunk együtt dolgozni, vagy hogyan kell tanárhoz megnyilvánulni, vagy szólni, és ezt ők nagyon jól érzékelik, és tudják azt, hogy mit adok nekik, és mit kapok végül is tőlük is, mert ez kettős, ez mindig úgy hat vissza is. Tehát a fogadóórákat szülő értekezdek, és úgy tartom, hogy ők is ott vannak például. Tehát jönnek, semmi titok nincs, gyertek, beszélgessünk, üljünk le együtt szülővel, ők is ott vannak, és akkor így próbáljuk meg megoldani a esetleg felmerülő problémákat, mert az meg mindenhol van. De minden kezelhető, és mindent meg lehet oldani. Persze. Nem ültem még órádon, de én úgy képzelem, hogy tényleg leadod a tananyagot, de nem úgy, mint mondjuk
És persze biztos, hogy még vannak olyan tanárok, akik ezt a úgymond száraz módját választják a tananyag átadásának, de gondolom, te tele szemléltető eszközökkel, színes dolgokkal, érdekes sztorikkal. Igen, igyekszem minél színesebben. Azt is mondják, hogy a legnagyobb feldolgozás az a képi beszédfeldolgozás, ami a gyerekeket megnyeri, és akkor az, amikor még viszek hozzá esetleg térképet, vagy még képeket, vagy akkor beszélek egy-egy eseményről, helyszínről, ahol mondjuk már jártam, és akkor kiegészítem azzal egy picit sztorizgatunk az akkori korszakról, és akkor már lehet, hogy pont mondjuk az, ami megragadja őket, vagy az, ami alapján tud rá építeni az otthoni munkájában, a tanulásában. Tehát akkor annak ellenére, hogy műszaki jellegű, vagy technikai jellegű szakközépiskolában tanítasz, annak ellenére sokan szeretik a történelmet, gondolom. Igen, igen, hál' Istennek, igen. Ez egy jó dolog, és fontos dolog. Na, a második, amit mondtam a beköszönésemben, hogy utána én téged a Vörösmarty Színház színpadán láttalak. Én elképesztő tág pupillákat csodálkozó tekintettel néztem, hogy te felmész a színpadra, és mit fogsz ott csinálni. És utána te dalra fakadtál, és hihetetlen profin, ha jól emlékszem, Závodszky Noémi volt ott, Váradi Eszter Sára és Keller János, és velük énekelted az Omnibus, te hihetetlen profin, mint egy színész. Ugye nagy rajongója vagy a színháznak is. Ez alapból benned van, vagy volt egy pont, amikortól te így úgymond a szó jó értelmében bekantantál, és színházfanatikus lettél? Volt 1995-ben, mikor az önálló színészi társulatunk megalakult itt, és akkor a Külszínházban lett egy fiatalokból álló színészgárda, és akkor kezdtünk el egymással megismerkedni, beszélgetni, és úgy hozta magával az élet, hogy akkor bejártam a színházba, megismertem a színészeket, elkezdtünk beszélgetni, érdeklődtek ők is, hogy én mit csinálok, én is elmondtam, hogy akkor mivel foglalkozom, és akkor ez úgy jött, hogy akkor volt ilyen színház évadnyitók, vagy színház gálák, vagy záró rendezvények, vagy interaktív színház, Buk Tibor barátom nevét kell még megemlíteni, és akkor ő szokta, hogy na akkor gyere, ne üljél ott, és akkor ő szokott még esetleg mondani, hogy akkor operetbe gyere fel, és akkor egy-egy dalt vagy egy részletet énekeljél, ez pedig az Él az Omnibus tetején valóban, tehát egy picit a közönség csalogató volt a színház évadnyitóba, amikor is ezt a dalt elénekelhettem. És gondolom, neked ugye tanárként folyamatosan szerepelsz diákok előtt, tehát nyilván nem okozott, vagy kérdezem, okozott ez feszültséget mondjuk annyi ember elé kiállni, és mondjuk nem a tárgyadat mondani, mondjuk a történelmet, amiben nyilván nagyon profi a tudásod, hanem hogy egy másfajta közönség előtt másfajta dolgot kell csinálni, tehát okozott ez feszültséget? Nem, ennyi idő után már szerintem nem. Tehát tényleg most már 22 éve vagyok a színházban, tehát jövök, nézelődök előadásokat, és akkor ezáltal ugye megismerhettem a színészeket is, és ez egy nagyon jó közeg, és nagyon szeretek ott lenni. Szabad időmben, hogyha engedi, akkor tényleg sokszor járok színházba. Azzal nem gondolkozz, hogy színész legyél esetlegesen? Vagy annak idején volt ennek lehetősége, de a tanítás mellett. Tehát én még annak idején még az általános iskolában, ugye még abban a korszakban éltem, amikor még éneklő ifjúság versenyek voltak, és akkor azon vettünk részt általános iskolai kórussal. És én már akkor a Vörösmarty Színház színpadán még Bárdos Lajost köszönthettem születésnapi alkalmából, mint Fehérvár énekkara lépett fel. Úgyhogy tulajdonképpen innen is alakul az ének és a tánc és a színpad. Meg gondolom, barátok is lettek azért a színészek. Igen, tehát igen, örömmel mondhatom, hogy igen. Tehát igen, keressük egymást, akár a közösségi oldalon, vagy telefonon, figyeljük egymás bemutatóit, életét, és mondhatom, hogy barátok lettünk, igen. Nagyon sokan titkolják és nem vallják be, hogy esetleg, aki mondjuk rajong ennyire a színházért, operettért, musicalért, amiért én is egyébként nagyon, sokan nem vallják be és tagadják, hogy otthon mondjuk énekelnek az zuhany alatt, gyakorolnak, stb. Te szoktál egyébként? Igen, és én takarításkor is szól a zene, és akkor például igen, tehát én szoktam. Operettek, musicalek gondolom. Igen. Elképesztő. Férfi embereknél ez egyébként azt mondják, tehát én is, amikor mondom, hogy a musicaleket nagyon szeretem, az operetteket nagyon szeretem, nagyon sokan furcsán néznek rám, és gondolnak különböző dolgokat. Egyébként nem tudom, hogy miért. Ugye ez érzelmesebb, zenei világ. Igen, de a kikapcsolódás szempontjából, és az, hogy a dallamvilága, az, hogy azért megyünk, vagy azért hallgatjuk, mert kicsit kikapcsolódunk, vagy a mindennapi rohanásból, a munkából, olyat választunk, ami egy kicsit feltölt bennünket, vagy szívesen tudunk hallgatni ezeket. Igen, musicalekben ez nagyon jó. Operetben viszont én azt nagyon szeretem, hogy visszarepít egy olyan világra, egy világba, ugye mondjuk a század előre, vagy egy kicsikét előbbi történelmi korszakba, amikor még azért az emberek, nem volt nyugodt történelmi helyzet nyilván, de az emberek valamiért nyugodtabbak voltak, valahogy máshogy éltek, valahogy jobban figyeltek egymásra, valahogy jobban tudták ezt a, és a szó nem hedonista értelmében, a carpe diem fonalat követni, hogy igen, adjuk meg a módját, hogy dolgozunk, de szórakozzunk és nyugodtak legyünk, és ez nagyon jó visszahallgatni ezekben a dalokban, gondolom ez is akkor azért megfog benne téged. Igen, ez miatt is, igen.
Életednek van egy másik területe is, hallottam, ez a grafológia. Na, ez honnan jött például? A grafológia az a fejlesztő pedagógiából jött, amikor a gyerekeket akartuk egy picit jobban megismerni, vagy ahogy lehet egy picit őket még terelgetni jobb irány felé. Mondjuk, ha nem mond el mindent, akkor az írásából sok minden kiderül. Uh-huh. Ezt óvatosan kell kezelni, hiszen 18. életévig, sőt, még tovább is változik az ember írása. Változik a személyiségünk, tehát mindig csak egy éppen aktuális személyiségképet tudunk lehet adni, és minden nagyon fontos a visszajelzés. Tehát amikor én készítek egy írásképet, egy elemzést, akkor utána, amikor megmutatom, akkor ezt megbeszéljük, hogy én mit látok benne, mi az, ami visszatükröződik benne. Tehát nagyon érdekes dolog, és ez is egy nagyon szép tudomány, amikor úgy figyelni tudod, hogy akkor hogyan változik, hogyan alakul egy fiatalnak, vagy akár egy idősebbnek is a személyisége. Például diákok, amikor dolgozatot írnak, akkor te nyilván ezt is akarva akaraton figyeled, hiszen ezt is nagyon szereted, a grafológia szakterületét, és gondolom akkor megtudsz bizonyos dolgokat róla. És esetlegesen volt már olyan, mondjuk, hogy nézted a diák írásképét, és akkor mondjuk valamire következtető, hogy ez meg az nincs rendben, és mondjuk esetleg szóvá tetted neki, hogy figyelj, otthon van valami gond, vagy valami nyomaszt bánt téged, volt már ilyen? Az igazság, hogy ők előbb jönnek és kérdeznek, és mondjuk én alátámasztom ezt az írásukkal. Tehát hál' Istennek vagyunk olyan viszonyban már a fiatalok, akik mondjuk 4 éve, 5 éve járnak most már ugye hozzám a szertárba, és mondjuk sok mindent tudok róluk tényleg, és akkor volt olyan, hogy te figyelj, mondom, ez most valami probléma van, vagy mondom, figyelj a gyomrodra, vagy a szívedre, és ezek a jelek is benne vannak az írásban. Tehát ami mondjuk az idegeskedéssel, vagy a gyomorral, vagy a szívvel kapcsolatos problémák, ezeket meg lehet nézni az írásból. Különböző tremorokból, rezgésekből lehet ezeket látni, és akkor egy picit egy ilyen életvezetési tanáccsal is tudunk esetleg segíteni a fiataloknak. Hát igen, mert ugye egy jó tanár, én azt gondolom, nem az, aki leadja az anyagot, kicsöngetnek, szépen felveszi a naplót, kimegy, és semmi kontakt a diákokkal. Tehát egy jó tanárnak, azt gondolom, akit tényleg úgy elfogadnak, annak pszichológusnak is kell lenni. Én azt vallom, hogy egyre inkább meg kell figyelni a gyerekeket, és azokat az értékeket, amik bennük vannak, azokat valahogy felszínre kell hozni. Mindenki valamiben tehetséges, csak ezt a tehetséget valaki kell hozni belőlük. És azért jönnek, mindig azt vallom, mikor kezdtem az óráimat ugye 9-ben, és aztán építkezünk egészen 12-ig, hogy mindannyian azért jöttetek ide, mert ezt szeretnétek, ezt választottátok. És akkor ezen belül próbáljuk meg a legtöbbet kihozni belőletek, és ez tényleg egy személyiség tulajdonságon, személyiségváltozáson keresztül is megy az ő életükben. Tegezed a diákokat, vagy magázod? Tegezem. Tehát ők kérték is, mikor próbáltam magázodni, akkor mondták, hogy jaj, ne, hát azt mondom, ne. Megértem egyébként teljesen. Nekem is, én mániákus tegeződő vagyok, nem azért, mert tiszteletlen vagyok, magázódáson nekem van egy kőkemény kialakult véleményem, ami nem feltétlen pozitív a magázás kapcsán. Én azt gondolom, hogy sokkal közvetlenebb viszonyt fel lehet építeni a tegeződéssel. Ugyanúgy, hogy a tiszteletet megadod. Így van, és ugyanúgy meg lehet adni a tiszteletet, de sokkal bizalmi viszony ki tud alakulni, és talán ezért van mondjuk a tegeződő tanárokkal, talán bizalmasabbak is a diákok, mint mondjuk a magázódókkal, hiszen ez a fal már úgymond leomlott. Igen, ez is nagyon fontos, ez a fal, amit mondasz, hogy igen, tehát valahogy egy picit lebontani, hogy azért tudjunk segíteni a ránk bízott fiatalokon. Hogyha már segítség, van egy életednek egy másik területe, ez a fejlesztő pedagógia, fejlesztő pedagógus is vagy, ez mit takar valójában? A fejlesztő pedagógus, ez a tanulási képességet vizsgáló és szakértői rehabilitációs bizottság ad egy tájékoztatót, egy fejlesztési tervet azokra a fiatalokról, akik mondjuk beilleszkedési, tanulási magatartás problémával küzdenek, vagy nehézséggel küzdenek, és akkor az alapján nézzük meg, hogy mi az a fejlesztendő terület, amit én tudok esetleg segíteni. Ez akár általában 4-5-en vannak nálam egy fejlesztő órán, hiszen van fejlesztő órám is, felzárkóztató és fejlesztő óráim is vannak a gyerekekkel. Tehát igen, ez akkor repetálás volt igazából? Igen, tulajdonképpen igen. És akkor ezen belül tudunk gyakorolni mondjuk egy-egy részterületet, vagy mondjuk a beszélgetés, ami kisebb részekre bontva egy picit az önbizalmat erősítjük. Hogy odafigyelve mondjuk a magyarból a betűtévesztések, szókép zavarokat próbáljuk megjavítani, vagy vannak erre különböző ilyen relaxációs módszerek is, amivel próbálunk még segíteni a fiatalokon. Hmm. És egyébként ugye nemrégiben volt, tehát egy tanfolyamon láttam a közösségi oldaladon. Milyen volt ez a tanfolyam, és miben segíthet ez a gyerekeknek? Ez nagyon jó tanfolyam volt. A tanulni jó kapcsán kerültünk kapcsolatba memória technikák és egyéb ilyen tanulási módszerek alkalmazásával, hiszen az, hogy olvasd el még egyszer, ülj le, azzal nem biztos, hogy ugyanúgy tudok segíteni, vagy el se olvassa. Mert azt mondja, hogy nem tudom elolvasni, vagy nehézséget fogoz, vagy nem tudom feldolgozni, nem értem. És akkor a saját maga ilyen rajzos formában próbálja meg az adott rész, az adott tananyagegységet feldolgozni. Tehát például én a Hunyadi Mátyást választottam, hogy mindenkinek kellett csinálni egy feladatot. És akkor Hunyadi Mátyás kapcsán egy kis kör után elkészítettük, hogy kultúra, politika, hadvezetés, azt egy nagyobb körbe még kibontani, és akkor utána abban a korszakban lévő
hozzá kapcsolódó személyiségeket kell párosítani még az adott témával kapcsolatban. Tehát így egy újfajta ilyen tanulási memóriatechnikákat lehet még, amiket biztos, hogy alkalmazni fogok majd szeptembertől, amikor majd elkezdem az új tanítást, hogy akkor egy picit többet tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy dolgozzák fel az anyagot, hiszen óriási mennyiség az anyag. Említetted a Walter Mária könyvet, ugye már nincs az a könyv. Nincs, igen. És amit mondtál, 9-ben, ugye Rómáig jutottunk el általában. Igen. De most még Hunyadi Mátyásig kell eljutni. Igen. Tehát még 1490 év van a 9-es tankönyvben, a történelemben, és ez egy óriási mennyiségű anyag. Tehát uralkodásának a végéig. Igen, változott a kerettanterv, és ezzel kapcsolatban nagyon nagy mennyiségű az anyag. Most ezt valahogy fel kell dolgozni, ugye futóléptekbe haladunk. De akkor is, hiszen érettségire való felkészítés zajlik, és ott pedig mindegyik érettségi tétel ezekből a korokból, tehát itt nagyon nagy segítséget kell adni a feldolgozásban is a diákoknak. Hát igen, ezt nem is tudtam egyébként, igen. Tényleg, hogy ennyire megváltozott is ilyen lóversenyben, ami nyilván nem feltétlen jó, de hát ez inkább majd a döntéshozóknak a dolga. Én azt látom rajtad egyébként egy nagyon-nagyon nyugodt ember vagy. Tanárokkal, akikkel beszélgetek, többen vagy nagyon sokan stressznek élik meg a tanári munkát, mert ilyenek meg olyanok a gyerekek, de én azt látom rajtad, hogy lelkesed, sőt alig várod már, hogy megint szeptember legyen, mert most lett vége nemrégiben a tanévnek, és tényleg élsz, halsz a munkádét. Jól látom ezt, hogy te nyugodt ember vagy? Igen, alapjában igen. Azt szokták mondani, hogy négyféleképpen tudok nézni. Azt mondják a gyerekek, hogy tudják, hogy meddig mehetnek el. De igen, tényleg? Igen, azt mondják, hogy ők akkor tudják, hogy akkor most akkor állj, vagy most akkor itt befejeztük, vagy akkor nem. De nem, nincs probléma. Tehát dolgozunk, ahogy mondtad is, és ez a legfontosabb, hogy a nyugodt légkört kialakítsuk, mert máshogy felborul az egész rendszer, és akkor az egész órának annyi. Tehát akkor nem tudok úgy dolgozni, hogyha nincs meg a nyugalom, meg az a légkör, amivel együtt tudunk haladni. És mivel lett téged mondjuk felidegesíteni? Tehát mi az, amire úgy parapsz? Hát mondjuk a tiszteletlenség, a telefonozás, a mobilozás, de ezt tudják, hogy nem. Tehát általában már nem is hozzák be a telefont, vagy kikapcsolják, és akkor tehát az amit nem ott vagyunk, akkor figyeljünk. Mi a szemkontaktus. Persze. Felvegyük a szemkontaktust. Tehát interaktív az óra abból a szempontból, hogy jelentkezzél, mondd el, mit hallottál erről, vagy mit tudsz esetleg még ehhez hozzátenni. Tehát általában ilyen páros viszonyban vagy csoportokban is nagyon jól tudunk együtt dolgozni a diákokkal. Szintén közösségi oldaladon láttam azt, hogy tényleg te egy olyan férfi ember vagy, aki rendszerető, mindig ápolt, szereti az apró ajándékokat, szeret bíbelődni kis apróságokkal egyébként. Ezt jól látom egyébként? Igen, ez így van. Tehát akár utazásaim során pici hűtőmágnesek, pici kis ajándékok, meglepetések, amelyeket hozok, vagy pedig nagyon örülök, mert a diákjaim is a külföldi útjukról vannak, folyamatosan. Akkor ők gondolnak rám, és hoznak valami kis meglepetést az utukról, ahol mondjuk nyaralnak, vagy a családdal eltöltenek egy-egy hétvégét is, vagyok, és akkor jönnek vissza, és akkor jönnek hozzám, és mondják, hogy na tanár, akkor most gondoltam már mőre, és akkor ezt hoztam, és akkor... Igen, hova tudod eltenni, mert rengeteg ajándékot kapsz, mindig látom a közösségi oldalon megosztott, hogy erre van már egy külön helyiség, mert lassan igen, kell, igaz? Igen, az egyik szobában van egy ilyen egy múzeumi rész, ahol ezek az emlékek, ezek a meglepetések vannak, amelyek ott vannak a vitrínben, vagy mondjuk a falon, vagy a hűtőmágnesek, ugye a hűtőmön. Mi a hobbid? A hobbim a keresztrejtvényfejtés és az utazás. Hát ezek az, amelyek picit kikapcsolnak, és akkor... Mondtad, készülsz egy nagy utazásra mostanában, igen. Egyébként nem sokára indulsz, majd ez merre felé lesz majd? Én mindig egy-egy történelmi korszak felé nézelődöm, vagy egy-egy úti cél felé, amelyre még mondjuk nem jártam, és ez a rész most az orosz kultúra és az orosz történelem lesz, amelyre még nem igazán jutottam el, és most a Baltikum és Szentpétervár az úti cél. Az egy kéthetes út során szeretném majd ezt felfedezni. Igen, tehát hogy tényleg személyesen lásd a nagy októberi szocialista forradalomnak különböző stációit, tárgyait. Jó ez egyébként, mert nagyon jó bele tudod építeni az óra menetébe, el tudod mondani tényleg, hogy nézett ki, mi van ott most. Tehát a diákok is sokkal jobban tudják kötni, sokkal jobban megjegyzik. Az előbb említett ugye érettségi kapcsán, ők ezt nagyon jól tudják hasznosítani szerintem. Igen, várják is, tehát mindig mondják, hogy na akkor most egy kis érdekesség lesz, vagy hol jártam, akkor erről most egy picit mesélj. Nekik, és akkor szoktam mesélni, hogy akkor tényleg arra járva, és ott mit láttam, mit tapasztaltam, és hogy mondjuk most, hogy néz az ki, amit mi tanulok mondok az 1600-as, 700-as években, vagy az 1918-as években, az most hogy néz ki. Ugye te egy olyan ember vagy tényleg, aki ugye történelem tudása kapcsán nagyon sok mindent átlát a világban, a világ logikáját, politikát, az eddigi vallásokat. Például pont ezért kérdezem meg tőled bátran, hogy te mennyire vagy mondjuk hívő, spirituális ember.
hívő ember vagyok, római katolikus vagyok, én minden héten járok szentmisére is, tehát nekem fontos a vallás szempontból, tehát én ezt gyakorlom is, és a vallások tekintetében pedig meg kell ismerni minden vallást. Általában érettségén is mindig előjönnek ezek a vallási gondolatok, vallási tanítások, nézetek, ezekkel is meg kell ismertetni a fiatalokat. Természetesen mindenki maga dönti el, tehát én sem mondom azt, hogy most meg akarlak téríteni, vagy most én akarok neked ebből bármit mondani, de ők levonják ezeket a konzekvenciákat, vagy akkor mesélnek a saját életükről, tehát átültetik ők ezt, és elmondják. Összefoglalva néven ezotéria, most nem akarom nagyon kibontani, hogy ez a hurrá optimizmus, legyél nagyon pozitív, gondolj pozitívra, pozitív dolog történik az életedben. Mennyire vagy pozitív ember? A pozitív megerősítés szerintem nagyon fontos. Azt még beszéltünk, hogy mindenkinek van valamilyen rész, amire lehet építeni. És akkor megkeresni azokat a pici dolgokat, amit aztán mondjuk kinagyítok, és akkor abból tudok esetleg rajtuk még segíteni, vagy egy picit jobban előre haladni. Tehát én figyelemmel kísérem az ezotériát is, tehát akár ezeket a spirituális annyira nem áll távol tőlem. Tehát érdekelnek ezek a dolgok is, mondjuk, ha már ezotéria, akkor Bonaparte Napóleonnak Anne-Marie Lenormand kisasszony volt a jósnője. És a mostani Lenormand tarókártyák, azok tulajdonképpen személyiség tulajdonságokat és különböző életvitel tanácsokat is adhatnak, nekem van. Igen. Cigánykártyám is, és van Lenormand tarókártyám is, de hát csak úgy, hogy ilyen magam hobbiszerűen nézegetni, vagy esetleg ezekkel foglalkozni, tehát úgy nem, hogy jósolni, de érdekes ez is ez a része is a dolgoknak. Nagyon fiatal vagy, még beszéljünk a jövőről. Mik a jövőbeli terveid, akár magánélet, akár szakmailag? Mi az, amit nagyon el szeretnél érni, megvalósítani, belátható időn, vagy ugye későbbi hosszú távú tervek kapcsán? Igen, én nagyon jól érzem magam most. Az látom rajta egyébként, ahogy tényleg? Vagyok. Tehát én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, és azt teszem, amit szeretnék, vagy amit szerettem volna. A tanítás is az a legfontosabb számomra. Én ebbe képzelem el a jövőt is, hogy akkor amíg lehet, és amíg tudom, és tényleg van rá lehetőségem, addig a felnövekvő nemzedéket tudjam oktatni, és tudjam tanítani, illetve hogy még több, sok szép helyre eljussak, mondjuk az utazás kapcsán is. De ezek lennének az olyan terveim, amit szeretnék még megvalósítani. De a tanítás az mindenképpen maradjon. Tehát ez a legfontosabb, hogy szívvel, lélekkel tanítani. Tehát én ezt szeretem. Kevés az ilyen ember egyébként, akivel mostában találkozom, és tanár. Én úgy veszem észre rajtuk, hogy nagyon sokukat, 90%-ukat legalább hogy a tanári pályáról el lehetne téríteni. Különböző anyagi dolgok miatt, a stresszes életmód miatt, vagy ahogy ők élik meg, stresszes életmód, de úgy látom, hogy tényleg téged akkor nem lehet eltéríteni a tanári pályától. Nem, én azt hiszem, hogy ez egy hivatás is. Igen. Tehát egy hivatás, nem is munkának mondanám, és ebben a hivatásban ugye ez a legszebb, hogy tehát például most is volt olyan, hogy hozta az egyik tanítványom már a kislányát, aki 14 éves, hogy akkor beiratja hozzánk, és akkor még neki is én voltam a tanára. Tehát úgyhogy nem tudsz úgy elmenni a városba, hogy tényleg ne találkoznál fiatalokkal, akiket még valamikor x évvel ezelőtt te tanítottál, és akkor jó érzés, hogy jönnek, beszélgetnek, tudok róluk, tehát tartjuk a kapcsolatot, nem is mindenkivel, de jelentkeznek, hogy mi lett velük, merre vitt őket az élet, tehát azért ennek örülök, hogy találkozunk. Igen. Meg azért örülök ennek a beszélgetésnek, és lassan-lassan a műsor végéhez érünk, hogy tényleg be tudtuk mutatni a nézőknek, akik most nézik ezt a műsort, hogy még van olyan tanár, aki tényleg komolyan gondolja, és szívvel, lélekkel csinálja, mert a közvélekedés, és mint te is tapasztalod, azért teljesen más. Igen, teljesen más, ahogy mondod, de vagyunk egy páron, akik tényleg a legfontosabbnak ezt a hivatást választottuk, és ezt valljuk. Még egy kérdés a végére, hogy a tanárnak mondják, hogy nem csak az iskolában, hanem iskolán kívül is példamutató életet kell élni, ami nálad azt gondolom teljes mértékben rendben van. Sportot még nem kérdeztem, hogy állsz a sporttal? Sportolsz-e, van-e rá idő? Kevés időm van, de a sportok közül az úszást, labdajátékokat szeretem. Tehát kézilabda, kosárlabda, ezek azok, amelyeket. Tehát akkor jársz ide a fehérvári úszodába, mondjuk. Igen. És akkor lehet itt téged rendszeresen látni, amit szeled át a fehérvári úszoda medencéjét, és szeled át a habokat. Hát ez én neked nagyon sok energiát kívánok, nagyon jó egészséget kívánok. Azt gondolom, hogy tényleg mondhatom, szerintem a diákok nevében nem kérdeztem meg őket, hogy nagyon-nagyon szerencsések, hogy mondjuk van egy ilyen tanár ember ott a Jáki szakközépiskolában, aki tényleg ilyen lelkesen tanítja a történelmet, és történelmi kívül is egyébként, tehát órán kívül is lelkesen oktatja a diákságot, ellátja őket minden jóval, a pszichológusok, a mentoruk a szó jó értelmében, aki tényleg mindig ott van, nagyon-nagyon kevés ilyen tanár ember van, úgyhogy örülök, hogy beszélgethettünk a mai napon. Köszönöm szépen, és hogy itt lehettem. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, és önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.